Li-Fi is high speed. A fénnyel működő Wi-Fi érdekes koncepció volt pár éve, és most megvalósulni látszik. Azt látjuk egyébként a képernyőn, hogy miképpen működik a mennyezete szerelt lámpákból ez a speciális Wi-Fi, vagy Li-Fi. Li-Fi-ben az L, az természetesen az light-ra utal, tehát a fényre. Ugye azt látjuk, hogy a lámpából érkeznek az adatok, mint ahogy a Matrixban is annak idején így szinte lefelé hullanak ezek az adatok. Bódi Zoltánnal, netnyelvészünkkel beszéljük meg újra a Li-Fit, mert hogy néhány évvel ezelőtt már az InfoSoltárban beszéltél róla. Igen, most került elő ismét az informatikai sajtóban a Li-Fi, vagy angolosan Li-Fi kifejezés, mert most alkottak meg valahol egy olyan eszközt, egy ilyen USB kulcsszerű eszközt, amelyik nagyon egyszerűen hétköznapi használatba hozhatja a fénnyel működő vezeték nélküli technológiát. De az a vicc az egész... Ez már működött korábban is, csak most talán már gyártási szakaszba kerül ez az eszköz. Gyártási szakaszba, és egy olyan egyszerű beszerezhető és egyszerűen használható eszköz fejlesztettek ki, ami miatt most megint előtérbe került ez a technológia, meg maga a kifejezés is. Még térjünk vissza a technológiára, hogy ugye az előbbi képekből azt érzékelhettük, hogy minthogyha csak egy helyben kellene állni, pedig egyébként ez a Li-Fi működik akkor is, hogyha sétálunk egy teremben, és ezt is meg tudjuk mutatni, hogy miképpen működik ez, hogyha egy szobában sétálunk a bizonyos eszközünkkel, okostelefonnal. Ugye ott egyik lámpától a másikig lépkedünk, és ez a kapcsolat, ez folyamatos, nem fog megszakadni. Hát, hogyha világos van. Tehát sötétben ugye nincsen fény, tehát attól sötét, és hogyha nincsen fény, akkor nincs is adatot továbbító eszköz. Erre majd látunk mindjárt példát is egyébként, igazi demonstrációt, mert hogy ezt a technológiát egy Harald Haas nevű professzor. Akkor is elmondom, hogy az egész technológia és az egész kifejezés 2012-2013 környékén került elő, és akkor a jelenlegi műsorunk elődjében az InfoSoltár mi már beszéltünk is erről a kifejezésről. És az a vicc, hogy most... Ezt akkor újdonságként találtad meg, ugye, mint egy technológiai újdonság. Igen, igen. Kínában indították el azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően 2012-ben már egy kiállításon bemutatták ezt az eszközt és ezt a technológiát, mint a jövő vezeték nélküli kapcsolatát, mert gyorsabb, meg egyszerűbb, nem kell telepíteni különösebb eszközöket, csak persze speciális égők kellenek hozzá. Hozzáteszem, LED égők kellenek hozzá, tehát a hagyományos ilyen Wolfram szálas, mit tudom én, izzókat kell elképzelni. De ez a lényeg, hogy tehát működőképes az egész technológia. Már akkor is az volt, és most pedig úgy tűnik, hogy hétköznapi használatba kerülhet. Kifejezetten kérted, hogy mutassuk meg a Harald Haas professzornak az akkori videóját, mert hogy nagyon szemléletes, hogy miképpen demozta ezt akkor az Edinburgh-i Egyetemnek a weboldalán. Ugye egy kicsit sötét szobában üldögél, én ki is világosítottam emiatt. Egyébként az az eszköz, amin a lámpa áll, az a doboz, abban van maga a technológia. Igen, igen. Most még nem tette rá a kezét teljesen, de látjuk is mögötte azon a képen jön, hogy megy egy videó. Az a videó, és az adatfolyamban megy, ami a fényben van. Igen, de és hogyha eltakarja, akkor megáll. És ha elveszi a kezét, akkor újra folyik. Igen, tehát ezzel demonstrálható dolog, hogy van világosság, van fény, akkor van adatáramlás is. De ez akkor egyúttal egy limitje is ennek a technológiának. Tehát, hogyha sötét van, akkor nem működik tovább az okostelefonomon az internet. Hát igen, viszont azért az eléggé ritka, hogy az ember tök sötétben használjon egy infotechnológiai eszköz, adatkommunikációs eszközt. Persze, igen, előfordulhat, vannak ilyen helyzetek. De csak zárójelbe vessük fel, hogy lehet, hogy kombinálni fogják aztán később majd a Wi-Fi-t és a Li-Fi-t. Én mindenféleképpen, de hát nem vagyok egy technológiai szakértő, nyelvész vagyok, de én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez ilyen komplementer, tehát kiegészítő technológia lehet. A hagyományos vezeték nélküli, a rádióhullámos adattovábbítási rendszerek és a fénnyel működő adattovábbító rendszerek, hol az
egyik, hol a másik válthatja egymást. Egyébként a jelenlegi fejlesztés, a legfrissebb fejlesztés ezt jelenti. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy nagyobb méretű pendrive-ot, amit bedugunk a számítógép USB portjába, és csak van rajta egy ilyen nagyítóhoz hasonló valami, egy lencse, de ez nem zárja ki, és nem tiltja le a hagyományos vezeték nélküli adattovábbítást. Én emlékszem rá. A másik, tehát mint a hibrid autó, egyszer bekapcsol az egyik motor, egyszer meg a másik. Emlékszem rá 5 évvel ezelőttről, hogy nagyon lelkesek voltunk, hogy ebből a Wi-Fi-s kifejezésből is egy szóbokor alakul. Ugye kezdve a hifivel, lett aztán Wi-Fi, és aztán Li-Fi. Igen. És különböző változatok még egyébként vannak ezen kívül is. És az egészben a szinte megindokolhatatlan a Fi utótag. Hogy ugye a Wi-Fi, vagy a Hi-Fi, nem tudom, hogy van-e még ember, aki a mi generációnknál fiatalabbak között van-e olyan ember, akit emlékszik el az egészre. Ma már sehol nincs, csak nekünk még megvannak a régi Hi-Fi berendezésénk, és imádjuk is használni. Nem fogom megkérdezni a hangtechnikusokat, Orsós Józsit, hogy mert ugye az Y generációhoz. Természetesen a hangtechnikusok, az kivétel, hála Istennek. Szóval high fidelity, tehát magas hűség, magas hanghűség, a hang az ugye nem volt benne az eredeti kifejezés, magas hűségű hang lejátszó, mint tudom, berendezés, tehát a Fi az a fidelity, tehát a hűség, de a Hi-Fi-nek az előremutató legfelsőbb, legmagasabb színvonalú kifinomult technológiáját örökölte, ennek a kognitív hátterét örökölte a Wi-Fi, hiszen a vezetékes kapcsolathoz képest ez egy borzasztó előremutató dolog. Hozzáteszem, hogy ha különösebb technikai meg informatikai műveltség nélkül belegondolunk, hogy azért micsoda nagyszerű dolog ez, hogy nincsen drót, és mégis van adatáramlás. Miből? Honnan? És ráadásul most még adáig fejlődött a technológia, hogy nem csak a rádióhullámok, jó, elhiszük, hogy vannak rádióhullámok, ahogy megy, de a fény, hogy az én beszédem a fényen keresztül, meg az arcom, meg minden a hangom, a fényen keresztül jut el valahova, egészen félelmetes dolog. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az adatot minek a rezgetésével továbbítjuk, vagy mibe kódoljuk be, melyik hullámra tesszük rá, hogy a fényre tesszük rá, hogy a hangra tesszük rá, hogy a rádióra tesszük rá, hogy a kvantum térbe tesszük, hogy ez előbb-utóbb mindegy lesz. És valószínűleg ezek az eszközök, ezek egymás felé fognak elmozdulni, úgy, ahogy most is, ha megnéztek egy ilyen eszközt, ebben van körülbelül 16 fajta rádió, mert tud GSM-en kommunikálni, mert tud Wi-Fi-n kommunikálni, mert tud Bluetooth-on, és a többi, NFC, RFID, és a többi, ezek mind ugyanannak a különböző variációi. Szerintem ezek egyesülni fognak egy helyen, sőt, igazából a technológiák közti átjárás is megoldható lesz. Most még egy kicsit macerásabb, de már most van olyan, mondjuk például, hogy veszünk egy Apple FaceTime hívást. A FaceTime hívás gond nélkül át tud menni Wi-Fi-ről 4G-re, 4G-ről Wi-Fi-re, úgyhogy észre se veszi az ember, hogy a kettő között megtörtént a váltás. Ugyanez meg lesz itt, és szerintem az lesz az eredménye, hogy fogalmunk nincs hogyan, de fogunk tudni emberekkel beszélni. Vagy a fény viszi át a felét, a másik felét a hang, a harmadik felét a rádió, az ötödiket a zsinór, meg a Bluetooth, meg az NFC. Igen, csak a technológia akkor is benne kell, hogy legyen, mert ugye a hangot azt halljuk, benne és a fényt azt pedig látjuk, tehát ezek különböző technológiai eszközök kellenek. Ergo különböző kifejezés is kell a megnevezésére, de ezzel én is így érzem, és mélységesen egyetértek, hogy ezeknek a technológiáknak egymás felé kell tartani. Majd lesz kvafi. Az a kvantum fidelity lesz. Na, akkor ennek a témának a végére még kukkantsunk be a TEDx konferencia egyik előadásába, ahol már bemutatják a konkrétan működő lifit. So, first we need to try and share the screen, okay? So you can see that. And you can see on the screen that the Li-Fi X is there. It's just another wireless access medium. I can request anything I like. And we can now play a simple video on our website. A Li-Fi segítségével, tehát a fénnyel történő adatáramlás, adatátvitel segítségével vetíti ki a táblagépén futó videót.
a képernyőre. És ott is ott van a professzor úr egyébként, csak ugye igen, természetesen rá kell hivatkozni, és az egész előadás előmenetelében is borzasztó látványos, hogy sétál, mozog a színpadon az előadó, kilép a fényből, a sötétbe, és akkor megszakad az adag. Lámpától lámpáig megy a dolog. Úgyhogy ez valóban egy ilyen kicsit hátborzongató dolog, csak egyébként abba gondolok még bele, hogy mikor fog tudni az elektromos áruházban olyan ledizzót venni, amelyik, vagy led égőt, fényforrást venni, amelyik alkalmas erre az adat továbbításra. Hát ez szerintem egyáltalán nincs messze. Én nem lennék meglepve, hogyha esetleg a most árusított wifi-s villanykörték vagy képesek lennének erre, vagy esetleg egy szoftvermódosítással képesek lehetnek rá. Ez nem lehetetlen, hiszen itt frekvencián kell rezegtetni dolgokat, apró eltéréseket észlelni. Sőt, ugye a wifi jelerősítőknek van egy olyan technológiája, amit egész egyszerűen csak be kell dugni a konnektorba, a falban, és semmi más nem kell csinálni, és megtalálja szépen kulturáltan a maga routerét, és felerősíti a környékén a jelet. Tehát ez is valami nagyon hasonló dolog. Viktor? Hát én két dolgot hoznék hozzá. Az egyik, ismerünk egy olyan számítógépet, ami az adatainak a 90%-át fény útján nyeri. Ez itt van a fejünkben, ez egyik. A másik, hogy javasolnék egy mottót a házprofesszornak, ugye legyen világosság, anélkül nem tud nagyon dolgozni szegény, és akkor ezt így átalakítottam kicsit. Let there be fee. Egyébként is eléggé német akcentussal beszélt az angol, de ezt csak azt tudja meg, aki megkeresi és végignézi a YouTube-on Harald Haas professzort, és akkor tudni fogja, hogy hogyan működik a lifi.